Tisztelettel köszöntünk mindenkit. Hát, hogy milyen műfaja van ennek a ma délutánnak? Nagyon remélem, hogy semmilyen. Tehát műfajtalannak kell lennie, illetve több műfajt vesz majd üldözőbe, PC-sz ki, állít pellengére. A két szó, amelyet Krisztián a bevezetőben kiemelt, és amelyek a címben is szerepelnek, a karikatúrától a karintkatúráig, nem olyan titokzatos szavak, 1912-ben az Így írtok ti című Karinthy Frigyes által írott paródia gyűjteményen a meghatározás még ez volt, hogy karikatúrák. És aztán jó néhány évtizeddel később Karinthy Frigyes egyik utódja, Tímár György, kitűnő költő és maga is paródaíró, a magyar paródia történet legnagyobb alakjára, a magyar humortörténet zseniére, Karinthy Frigyesre emlékezve, a karikatúra és a karinthy neveket, szavakat összegezve, karintkatúrának nevezte az irodalmi paródiát. Tehát így jön össze ez a két szó. Nem állítom, hogy a legutóbbi 100 évet, 1912. februárjától, amikor az Így írtok ti megjelent, 2016. június 5-éig, amikor mi most együtt vagyunk, 104 évet végig nevettük, de jó lenne, hogyha a mai 55 percben sokat nevetnénk. Kérem először zenész barátainkat, hogy csináljanak egy kis 1910 körüli boldog békeidős hangulatot. Köszönjük szépen, pontosan erre gondoltam. Egyébként, ahogy délelőtt mondtam, talán néhányan itt voltak a déli műsorunkkor is, mi sem beszéltünk meg előre szinte semmit, tehát hogyha véletlenek adódnak, az csak jót tesz a műsornak. Ez volt az első jót tevő véletlen. Persze nem véletlenben, nagyon tudták, hogy mit választanak. Mit jelent a paródia szó? Nagyjából azt, hogy ellendal. Valami ellendalolni, valaminek az ellenében megfogalmazni, hogy abban a bizonyos dologban, amivel szembeszegezzem az új szöveget, mi az, ami nem tetszik, vagy tetszik, de szeretnék vele játékot, gúnyt űzni. Így írtok ti címmel, Karinthy Frigyes egy nagyszabású tévedésnek köszönhetően gyűjtötte össze 1912-ben a paródiáinak az első csokrát, amelyet aztán ugye egy óriási bokrétává növesztett, olyannyira, hogy ma se tudjuk, hogy mit fed az Így írtok ti cím, mert nem tudunk egészen pontos szöveghalmaz gyűjteni ez alá a cím alá. A tévedés az volt, hogy Karinthy 909 körül azt hitte, hogy ő nem szereti a nyugatosokat, sőt, neki az a dolga, mint fiatal írónak, hogy szembeszegüljön a nyugat által teremtett modern értékekkel.
A kor egyik legdisznóbb lapjában, a Fidibus című élclapban adta közre az írásait. Itt félpornográf szövegek is megjelenhettek, de megjelentek értékesnek mondható dolgok is. Karinti persze a kötet számára azután nem csak, hogy javított, kurtított a paródiáin, hanem 180 fokos fordulattal, vagy mit, nem is tudom, szóval elég erős fordulattal, épp az ellenkezőjét kezdte mondani, immár az új értékek mellett foglalt állást, amikor 1912-ben megjelentette a kötetét. Remélem, hogy színész barátaim abban megerősítenek, hogy parodizálni tulajdonképpen nem szóval, hanem játékkal, gesztussal minden színész tud. Én még nem láttam olyan idősebb színésznőt vagy főiskolára jelentkező színész palántát, aki például ne tudta volna Major Tamást utánozni, vagy ne tudná a világ nagyságait utánozni. Csak hát nem mindegy, hogy ki hogy utánoz, azaz ki hogyan parodizál, ki hogyan karikíroz. Csak annyit még, hogy az első három szemelvényből az első és a harmadik, az valóban az Így írtok tinek a paródia része lesz. A középső azonban tulajdonképpen egy költemény, amely éneklésre született, és el fog hangozni Tóth Árpádnak a neve. Tóth Árpád maga is nagyon jó paródiaíró volt. Molnár Ferenc remek paródiaíró volt, és még jó sokan a nyugat előtti közvetlen nemzedékből és az első nyugat generációból is, csak hát nem vitték olyan mesterfokra, mint Karinti, illetve a Karinti nyomában loholó különféle paródiaírók. Tehát Tóth Árpádnak a jelenlét egy kicsit azt is jelzi, hogy azért nem Karinti volt egyedül a magyar paródia. Karinti Frigyes Tóth Árpád paródiája Ady Endrének. Mester. Egy ifjú agg, sötétlő, béna, sánta szól félszegen feléd, motyogva és szelíden. Kinek halk nyála folyt borongó furcsa ívben, olvasva énekid a vénhett utcasárba. S ki elmekegte őket, nyifegve csendesen, s halk holdas esteken, vetvén a keshett ágyot, te szent nagy fenekedbe belé omolni vágyott málé kis inasod, én szörnyű mesterem. Alázattal, szelíden ki ünnepelni jöttem könnyes fakó szívemmel és trottyos térdemen, mely úgy fáj alkonyatkor, csúzos bokámba lenn, mikor elaggott felhők boronganak fölöttem. Mert Isten vagy, csekéség, és két Isten, és három, oly bús, kietlen, mindegy. És eszembe jut a tantim, ki egyszer látott téged a pályaudvarban kinn, s szegény jó grószpapa, ki ellenőr parádon. Heltai Jenő, ballada a három patkányról. Ott, ahol a Ferencváros hinti báját szerte szét, egy pazar nagy pince mélyén három patkány éldegélt. Három patkány, három testvér, pajkos, fürge és bohó. S mint az ifjúsághoz illik, folyton éhes és mohó. Volt a kedves pince mellett egy csemege bolt, ahol csupa elsőrangú, finom holmi volt. Egyszer éjjel a legelső fürge patkány útra kelt, hogy a boltból átcsempészzen egy kis finom eledelt. Lábujjhegyen járt a polcon, elkerülve minden zajt. Megevett egy adag sajtot, rá volt írva grói sajt. Föl is fordult nyomba tőle, s lett belőle holt, mert a finom grói sajt az hamisítva volt. A második ifjú patkány bánatosan útra kelt, hogy a boltból átcsempészzen ő is egy kis eledelt. Lábujjhegyen járt a polcon, mert a bölcs mindig vigyáz. Neki esett egy gyümölcsnek, rá volt írva ananász. Föl is fordult nyomba tőle, s lett belőle holt, mert a finom ananász is hamisítva volt. A harmadik ifjú patkányt lesújtotta a dolog, sírni kezdett. Nem élem túl, én is inkább meghalok. Társak nélkül egymagamban, így az élet mit sem ér. S hősiesen patkánymérget vett a boltba háromért. Ez a patkány ma is él még, hogyha meg nem holt, mert a patkány méreg is csak hamisítva volt.
Karinti Frigyes, hogyan írnak az írók? Igen érdekes némely írónak az a szokása, hogy csak bizonyos körülmények között és környezetben tudnak írni. Schillerről beszélik, hogy ládájában rothadt almákat tartogatott, ezeknek szaga inspirálta őt írás közben. Herdernek ugyanaz a szeszélye volt, de ő emellett még szilvát és mandulát is rothasztott, melyekből a kukacot kiszedte, és gondolkodás közben két balzább foga közt lassan morzsolgatta őket. Baudelaire hideg vízben ült, ha alkotott, fején egy tál rizssel. Heine verseit egy falhoz támasztott csőben írta, amelyben folyton csúszott. A mostaniak közül D'Annunzio csak úgy tud írni, ha fejjel lefelé lóg, és fülét egy gőzmozdony lendítőkereke horzsolja. A mi íróink közül Herceg Ferencről tudtuk ki, hogy írás közben mozgatja az ujjait, és fejével gondolkodik. Ambrus Zoltán néha aprókat, rövideket felhorkan, mikor gyönyörű regényeit alkotja, és fogait összeveri. Molnár Ferenc csodálkozó arccal ír, baljában két könyvzacskót csörgetve, és egy rekeszizmot. Ady Endre aloé virágokon ül, jobb lábát Zaratusztrán tartja, és fejét elfordítja, mert undorodik az írástól. Legfeljebb 18 verset ír egy nap. Bánya is ő, bánya is ő, bánya is ő. Heltai Jenő nem tud írni, ha a szobában van még valaki, és közben dobol az ujjaival. Gárdonyi egyáltalában nem tud írni, ha két mécses nincs az asztalon, és a kályha nem füstöl. Porzsolt Kálmán egyáltalában nem tud írni. Nagyon örültem annak, hogy Nádas Péter szavát alkalmazva az előadók és a terem között működik az együttlélegzés, az összelélegzésnek a mechanizmusa, mert amikor a bánya is ő, bánya is ő, bánya is ő elhangzott, akkor tulajdonképpen a Karinti paródia híres szinte flaster szállóigévé vált sora. Hát maga megbolondult, hogy mindent kétszer mond, földerengett a kedves közönség legtöbb tagjának. Ugyanakkor a Ady Endrét idéző, de Tóth Árpádnak oda cserdítő paródiában Karinti azt mondta, te szent nagy fenekedbe beléomolni vágyott, málék is imasod én szörnyű mesterem. Ugye a nem szolgai, de nagyon is odaadó, talán túlzott tiszteletnek a paródiája, Ady királyságának a kicifrázása, kipellengérezése szólalt meg ebben a sorban, és erre is sokan ráismertek a tényre. Ennek a karikatúrától a karintkatúráig című összeállításnak az egyik trükkje az, hogy tulajdonképpen a felét se paródiák teszik ki, hanem olyan parodisztikus szövegek, amelyekben a paródia hagyomány más humor műfajoknak, humorisztikus formáknak a vonásaival találkozik.
Ha a paródia ellendal, akkor tulajdonképpen fordítva mondja azt, kifordítva mondja azt, amit az eredeti, az alapul vett szöveg. Ez a mindennapi életnek egy olyan jelensége, amit nem csak az írásos formában látunk, hanem számtalanszor magunk is elkövetjük, illetve találkozunk vele. Például egy mikrofonállvány mikrofon nélkül, az a mikrofont tartó mikrofonállványnak a paródiája, azt a paródiát percenként Marcellel felszámoljuk majd, én mindig visszaadom neked időben a mikrofont. Ha igaz ez, hogy a parodizált szöveg, alapszöveg és a paródia egymással ilyen kölcsönös viszonyban van, akkor úgy gondoltam, hogy mindenképpen ide kell vonni a palindrom műfaját, ami így idegen szóként egy kicsit fejtörésre adhat okot, de mindenki tudja, hogy olyan szövegekről van szó, amelyek visszafelé olvasva is ugyanazt a betűképet adják, mint eredeti olvasási irányukban. Hogy megkönnyítsem a dolgot, a személyneveink közül az Aba, Ede, Anna, előről is Aba, Ede, Anna, meg hátulról is Aba, Ede, Anna, az így ilyen csoportszex jelleget töltött most, de ez nem volt szándékom. Biztos mindenki gyerekkorában megtanulja, hogy te mező neveled eleven üzemet. És ezt elviszük magunkkal a sírig, mert a legismertebb magyar palindromok egyike. Igen, pihent el, még kitaláltak 2100 betűs palindromokat, és ezeket nem fogjuk ismertetni a kedves közönséggel, mert belebolondulnánk, és annyira semmi értelmük nincs, hogy az már értelmen túli. Van azonban egy, ami olyan átlagos hosszúságúnak mondható, megtalálható az interneten, ismerkedjenek meg vele. Kis erek mentén, lábsík ölén, oda van a bányarabja. Jaj, baranyában a vadon élő kis pálnét nem keresik. Kis erek mentén, lábsík ölén, oda van a bányarabja. Jaj, baranyában a vadon élő kis pálnét nem keresik. Kis erek mentén, lábsík ölén, oda van a bányarabja. Jaj, baranyában a vadon élő kis pálnét nem keresik. Kis erek mentén, lábsík ölén, oda van a bányarabja. Jaj, baranyában a vadon élő kis pálnét nem keresik. Kis erek mentén, lábsík ölén, oda van a bányarabja. Jaj, baranyában a vadon élő kis pálnét nem keresik. Kis erek mentén, lábsík ölén, oda van a bányarabja, jaj, baranyában a vadon élő kis pálnét nem keresik. Próbáltam meggyőzni Kozma Katát, hogy ebből aztán ki is telik a műsor, hogy amíg önök megtanulják a mondókát, és hát ugye világos, hogy a kis erek mentén, lábsík ölén, oda van a bányarabja, ez a gyönyörű sor, amely az emberi felszabadulásnak egy egészen sajátságos térélményét is megjeleníti, ugyanakkor a mocsárvilágnak azokat a mérges gőzeit is párologtatja, amelyekkel valamennyien kemény csatát ívunk. Ennek a jaj baranyában, a bizonyára nem ok nélkül kiemelt magyarországi megyében, a vadon élő kis pálné, de miért él vadon kis pálné? Ugye ezt a kérdést is meg kellene oldanunk. A vadon élő kis pálné, ez az egzotikus nőalak, azt kell elszenvedni, hogy őt nem keresik. Ezeket a mélységeket karintis mélységeknek merem, szeretném nevezni. Na, hát természetesen nem rekedünk meg azért ennél a palindromnál. Választunk majd a későbbiekben, látni fogják olyan formákat, műformákat is, amelyek parányit cicáznak az ilyesfajta humor lehetőségekkel, de azért nem puszta technikának minősülnek, mert ez nem egyéb, mint nyelvészet. Ez tulajdonképpen ugye nem költés, hanem betűk egymás utánjának matematizálása. Bocsánat, hogyha ezzel bármely tudományszakot megsérteni. Se a nyelvészettel, se a matematikával nem akartam újat húzni. Folytassuk azzal, hogy elég nagyot ugrunk az időben, és jó néhány olyan költemény, olyan szöveg következik, amelyeket már kortársaknak mondható, bár sajnos részben nem élő költők, írók vetettek papírra. Ezek a szövegek ugyancsak élnek a nyelvi játékoknak a lehetőségeivel, paródia egyébként nincs nyelvi játék nélkül, de nem a nyelvi játék a paródiának a legfontosabb vonatkozása. Ismerkedjenek meg most badarokkal. Ez a badar az egyik legszebb magyar szó, részint azért, mert rímel a magyarra, sőt, ugye van is egy ilyen kitűnő limerik kötetünk, hogy magyar badar. Másáról azért, mert a badar
a badarság, a marhaságnak ez a mély hangrendű műfaji megjelölése majdnem 100 év óta kíséri a magyar irodalmi humorisztikus gondolkodást. Én átugorva most már tulajdonképpen, mint mondtam, néhány évtizedet a közelmúlt badarjaiból válogattam, amelyek nem feltétlenül nevezték egyébként ezzel a szóval magukat, hogy badarok. Váradi Szabolcs, a lábról, filozófiai töredék. A témám a láb, nem adom a láb. Mindennek van lába, vagyis valami, amin áll. De a lábnak nincs lába, csak is rajta állnak. És ha történetesen lába kellene a lábnak, vagyis eltűnne a láb, amin minden áll, nos, a dolgok jó részt akkor is megállnak, és amin állnak, hova tovább az neveztetne lábnak. Kérdés már most, hogy a lábra kelt láb viszont min áll? Feltehetően van valami, nevezzük talán lábnak, amin áll az a láb, amin mások immár nem állnak. Kétséges azonban, hogy a láb lábsága ekkor miben áll? Páskándi Géza, kődilemmák. Sírkő legyek, hely unalmas, hegyek orma, hely hatalmas, utcakő, hisz rám taposnak, vesekő az orvosoknak, szobor legyek, ledöntenek, azzal tán, hogy kiöntenek, parittyakő, olykor csábít, s ha tudnám, hogy jó sokáig, örökkétig egy-egy Dávid röpítene Góliátig. Gáspár Katalin, a szekrény. Megáld anyám, pedig szomorú, hogy a hasam már megint domború. Titkolom még, amíg lehet, hogy csináltunk még egy gyereket. De jó is volt. A szekrény majd felborult, hogy jockóm nekivetett. Most aztán titkolom, amíg lehet, hogy megint csináltunk egy gyereket. Lesz majd nevetés, szörnyülködés, vagy ami rosszabb, dicsérgetés. Így aztán titkolom, amíg lehet, hogy csináltunk még egy gyereket. Sajog a lábam, hány inger gyötör, szép név az, hogy dömötör. Százszor megbánom, meg lehet, hogy csináltunk még egy gyereket. Jocó már így is félig kopasz. Ez a harmadik végkép megkopaszt, nyögi. Én meg csak nevetek, hogy miért csináltál még egy gyereket. Jaj, nekem aztán, ha panaszkodok, jogos a vád, amit kapok. Legközelebb már mindent megteszek, nehogy csináljunk még egy gyereket. Így zargatjuk egymás nyakig, örömben, bajban. De a szekrény döngetni most gond nélkül lehet, hogy csináltunk még egy gyereket. Az angol irodalom rövid története. Ha Londonból Shakespeare-t kimerik, mi marad? A Limerick. De Londonból Shakespeare-t imerni, ki meri? Beszédhibász az egyiptomi főpap. Ízisz, Oziris, jól halad a piramisz. Nem csak kő van, iramisz. Egész nap harszog arab szolga kórusz. Egy, kettő, hórusz. A borzalom fenomenológiája. Sötétség, dögvész, borz, alom. A borz háta kész borzalom. Hát még hogyha valamely torz okból kifolyólag épp vadorzok, s látom, hogy a borzok rettentően torzon borzok, meg sem állok, úgy elporzok. Thank you.
A három badarka elhangzása előtt nem hallották a szerzőnek a nevét, nem hallhatták, mert azt nekem kellett volna bemondanom, úgyhogy az én badarságomból nem tudjuk, de most már tudni fogjuk, hogy Orbán Ottó három röpke írásáról volt szó. Orbán Ottó a modern magyar groteszknek az egyik legnagyobb mestere, a Világ teremtése és egyéb badarságok címen is adott közre kötetet. Talán többeknek fúrja az oldalát, hogy Karinthy Frigyes kiről írta a legtöbb paródiát. Nem fogják kitalálni, természetesen a legnagyobb vetétársáról, Molnár Ferencről, ha nem tévedek, 24-et, de a klasszikus magyar irodalomból, ugyanúgy, mint általában a parodisták szinte mindegyike, Madách Imrétől az ember tragédiáját tekintik olyan alapanyagnak, a Világ teremtése és egyéb badarságok című könyvének legnagyobb szabású művében Orbán Ottó is így tett, amelyet a leginkább érdemes parodizálni. Vannak a paródia írásnak olyan örök célpontjai, amelyek az egész 20.-21. századi magyar nevetés kultúrát befolyásolják. Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog ez, hogy nevetés kultúrát, mint kultúrát, kulturális szférát külön számon tartsunk, és amikor a 910-es évekre kialakult, már az előző évtizedben Magyarországon meghonosodott a kabaré, ahogy ehhez társult a varieté, ahogy a némafilm és a némafilmnek a különféle humoros változatai nagy népszerűségre tettek szert, ahogy megújult és a szinte mai formájában, literalizált formájában is létező pesti vicc új utakra indult, az egy olyan kulturális, nem forradalom, de mégis nagyszabású és egymással összefüggő mozzanatokat összekovácsoló jelenség volt, mint ahogy most a 20.-21. századnak a fordulóján a slam poetrét, a különféle irodalomcsúfoló, az irodalommal kikezdő műfajokat, és jó néhány más nem az irodalom területére tartozó színházi film, klip és egyéb műfajt együtt látunk, és megtanulunk újféle módon olyan dolgokon is nevetni, amelyekről nem nagyon sejtettük, hogy feltétlenül kerülhetnek nevetséges közegbe. Egyébként, hogy nap mint nap találkozunk a paródia jelenségekkel, csak legfeljebb ezt a nevet nem használjuk, azért nem tesszük, mert ugye nagy a paródia műfaji családja a travestiával, a pasztissal és más műfajokkal együtt él. Másrészt pedig annyira meg tudunk örülni egy-egy, most csak a nyelvről beszélek, tehát csak az irodalmi, a nyelvi karikatúráról és karinkatúráról, annyira meg tudunk örülni, hogy nem azzal vagyunk elfoglalva, hogy töprengjünk, hogy most mit láttunk, vagy mit hallottunk. Azt hiszem, hogy a közönség soraiban legalább egy ember van, aki tegnap ott volt a Katona József Színházban, és látta Zsámbéki Gábor rendezésében a Minden jó, ha jó a vége című Shakespeare darabot, amelyet eredetileg Vas István fordított. Nyilvánvalóan a sok évtizedes Vas István fordítás kitűnő, de azért ennek az előadásnak kellett egy kis frissítő injekció, tehát a Lábról című vers íróját, Vas István tanítványát, költőtanítványát, Váradi Szabolcsot kérték meg, hogy ebbe a szövegbe egy kicsit avatkozzon bele. Őszintén szólva én nem tudom, hogy Vas István eredetileg megpendítette, és aztán Váradi továbbfejlesztette azt a rengeteg poént, ami a szövegben ez Shakespeare-től szinte külön, de mégis szerves életet él. Egyet-kettőt megjegyeztem közülük, persze nem fogom a Shakespeare-i versformában mondani, ősrégi tapasztalat, nem biztos, hogy van seb a tapasz alatt. Nos, ebben a szituációban, ahol elhangzik az, hogy megérkezett a fiatal hőszerelmes, vagy nem annyira szerelmes, nem is annyira hős, szóval megjött egy fiatal ember, és egy tapasz van az arcán, és ott hosszan töprengenek rajta, hogy de mi van a tapasz alatt? Nem lenne a válasz sem, azt gondolom, érdektelen, tehát megtudnánk, hogy hős vagy nem hős, áltapasz vagy valóságos tapasz, régi tapasztalat, nem tudni, hogy mi van a tapasz alatt. Páskándi Gézának a nevét is hallottuk, a kő vers kapcsolódik az ő nevéhez, rengeteg paródiát, parodisztikus művet írt, egy egész paródia sorozatban foglalta össze a magyarság természetét, ezek a kecskeköröm paródiák. A kecskeköröm az egyik legmagyarabb kincsünk, már nem sok van belőle, meg hát ugye lokális kincsünk,
Páskándi megírta három folytatásban, sajnos könyvalakban nem, három folyóirat folytatásban, hogy melyik magyar író mit írna a balatoni kecskekörömről. Nagy öröm ez a köröm sorozat, hogyha valaki olvassa, mert jól bele lehet gondolni, hogy például Szabó Magda mit írna a kecskekörömről. Én gondolkodtam, hogy nem is csinálunk más, csak egy legyezőszerű szétterítést ezekből a páskándikból. Na, de hát nem így lesz, olyannyira nem így lesz, hogy most a modern magyar kvázi paródia és paródia írás két alapszövege, és utána megint zene fog majd következni. Annak érdekében egyébként, hogy tegyünk mégiscsak egy utat, hiszen Csodák csodája még nem hangol, de már szeretne próbálni egyébként a harmadik figyelmeztetés színészzenekar. Tehát mielőtt az ő taktusaik behangoznának, tegyünk majd egy kurflit annak érdekében, hogy visszatérjünk Karintihoz, illetve elérkezzünk újra, de már a Karint Katúra műfajas segítségével Karinti Frigyeshez. Nádasdy Ádám, közlekedésfejlesztés. Azt írja a Pesti Újság, s én örömmel hirdetem, közlekedésfejlesztés lesz ott a Margit-szigeten. Olyasfajta lesz a projekt, mit mindenki jó, ha tud, záros határidőn belül megindul a lóvasút. Végre itt egy józan ötlet, kőkemény realitás. Versenyképes lett ma már az egylóerős vontatás. Nem kell benzin, nem kell dízel, elég egy fél mázsa zab, plusz ha bekap egy-egy szegfűt, az már a tortán a hab. Lóhoz nem kell márka szervíz, sem vasbeton lógarázs. Fedélzeti számítógép, csak egy cifra nógatás. Pótalkatrész fel sem merül, nincs mit cserélni neki, bár az egyik alkatrészét minden magyar ismeri. Nem bocsát ki olmot, füstöt, bár van gond is egy kevés, együtt jár a lóüzemmel a környezetszennyezés. Ennek méltó kezelésén egyelőre dolgozunk. Hozzon egy-egy nejlonzacskót minden kedves utasunk. Esetleg a citromokat a turisták gyűjthetik, 10 leadott lócitromért strandbelépő jár nekik. Más terv szerint visszahívjuk a városi verebet, ő kezelné szakszerűen ezt a bioszemetet. Vissza hát a dicső múlthoz, mikor a ló volt a gép, hiszen tudjuk, hogy a magyar lóvasútra termett nép. Földön, vizen, levegőben mindenhová ló repít, készíti már a főváros a lómetró terveit. Parti Nagy Lajos, löncsülő kislány. Ha végre itt tavasz, és rügyre rügy tapos, s az ajkunk föl lejár, mint Barbie villamos. Ne légy oly, Bambi már, ma lájt a pep szívem. A feelingemre nincs szavam, csak fújom, s megszívem. Jaj, úgy élvezem én az élet, ottan annyira wash and go. Annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt a nyár, az vadi háj nekem. Ölej magadhoz, ó, hatalmas Big Mac-em. S míg fullig ér a száj, a boldogság lecsöpp, I love-tól égsz ajkamon, te extra ingyen ketchup. Jaj, úgy élvezem én az élet, minden annyira fresh and jó, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt az ősz, a nagy pizzériás, deres fején halas, meg sonkás és tojás. Az elmúlás szele már épp beten neki, de Red Bull mindig csúcs szuper, és vígan megkergeti. Jaj, úgy élvezem én az élet, ottan annyira fresh and go. Annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt a tél, az tiszta beautiful. Popcornunk, mint a hó, mely szájról szájra hull. És tökre úgy ropog, hogy mást se hallani. Hát így lehet koncert alatt mindvégig csak tapslani. Jaj, úgy élvezem én Vivaldit, ottan annyira szépen jó, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Thank you.
a Lómetró verssel, ha áttételesen is szerettünk volna köszönetet mondani és fejet hajtani a helyszelleme előtt, ahol vagyunk, mert ugye itt mindenütt a lovak faragott képmásával, vagy magukkal a lovakkal is találkozhatunk, áthatja a ló, ez a nemes állat a maga párájával és tempójával az egész körletet, amelynek vendégei lehetünk. Nádasdy Ádám írta ezt a verset. Nádasdy Ádámtól a Nagy Dante fordítást többen is megvásárolták, és még ezután is megvásárolhatják. Nem derogál a legkitűnőbb íróknak, költőknek, hogy olyan költőversenyeken, illetve olyan mutatványokban, olyan nyelvi játékokban vegyenek részt, amelyek nem feltétlenül Dante monumentalitását és zseniét követik, vagy kívánják meg. Nádasdy is ezeknek a játékosoknak, Váradi Szabolcs, Parti Nagy Lajos és jó néhányan mások, Kovács András Ferenc, ezeknek a játékosoknak az örökébe léptek, illetve maguk is teremtik már az utódaikat. Nincs magyar paródia Petőfi nélkül. Ugye magyar irodalom sincs Petőfi nélkül. Azt mondhatom paródiával is foglalkozó irodalomtörténészi tapasztalatom alapján, kérdezhetik, hogy mi van a tapasztalat, most ez nem volt szerencsés mondat. Egy szóval azt mondhatom, hogy ameddig Petőfi Sándort valaki nem parodizálta, addig nem nyer bebocsátást a parodistáknak a táborába. Az a mesterpróba, hogy egy Petőfi paródiát. De ezt gyakorlatilag valamennyien tudunk csinálni, meg hát öröklődik is a népköltészet olyan becses darabja, hogy Petőfi Sándor gatyába táncol, de ezt nem folytatom, mert mindenkinek a fejébe ott van valamely lehetséges fordulat. Ha a népköltészet fia volt Petőfi, hát akkor legyenek a paródiák is ilyen jellegűek. Mindezt azért hozom szóba, mert természetesen a modern irodalomban, a kortárs 30-40 év irodalmában is a leghíresebb kitalált magyar költő, aki egyben egy paródia, inspiráló személyiség, tehát ismétlen fiktív alak, Csúszó Sándor, aki ide-oda csúszik a saját alakjai között, országhatárok, műfajok között, életben van, vagy már 40 éve, 70 éve meghalt, nem is tudjuk, ő is Sándor. Hát mi más lenne? Szilágyi Ákos költő, kitűnő költő mondja egy helyen, egyszer mindenki volt Petőfi, egyszer mindenki lesz. A legelgondolkodtatóbb magyar versorok egyike. Egyszer mindenki volt Petőfi, egyszer mindenki lesz. Egy kis Segesvárral mindenkinek illik számolni, de hát azzal is, hogy reszket a bokor. Hát ez mind belénk épül valamiképp. Karinthy Frigyes is megtette, hogy a próbát, a vizsgát kiállja. Az Így írtok ti, amely a kortárs, akkori kortárs irodalomnak a paródiáit vonultatja föl, az Így írtok ti valamiért a teljesen oda nem illő módon, de valamiért szükségesnek tartott, hogy egy Petőfi Sándor paródiával is kirukkoljon. És mint tudják, az Így írtok tiben nem mindegyik paródiának ugyan, de van egy kis fölvezetése, úgynevezett kopfia, a legtöbbhöz egy karikatúra is társul, de hogy milyen gyorsan készült a kötet, Septiben azt mutatja, hogy van, amelyikhez a rajzoló nem tudott rajzolni, illetve például Babics nem engedte magát lerajzolni. Elég az hozzá, hogy a Petőfi paródiához Karinthy odaírta, hogy Petőfi Sándor szobor alakban a Duna partján áldogál, ma is ott áldogál, és föltartott három ujjával jelzi a lába alatt, talapzata alatt közlekedő dunai propellerhajónak, átkelő hajónak a másodosztályú viteldíját. Ugye milyen jól hangzik? Csak hogy Karinthy egy lusta fráter volt, az úszáson kívül semmilyen sporthoz nem értett, bár mindegyiket nagyon szerette. Lusta volt kimenni a Dunaparta, menjenek ki. Öt ujját tartja föl Petőfi Sándor, mert bizonyára emelték az átkelő hajó másodosztályú viteldíját, és ezt Petőfi, a szobor alakú Petőfi valamiképpen így óhajtotta jelezni. Füleltem, hogy nem próbál-e még a zenekar, de nagyon tiszteletben tartják ezt a paródia műsort. Mi lenne, hogyha mi most kiszúrnánk velük, és hosszabban maradnánk, de hát akkor magunkkal is. Dehogy is nem vagyunk ilyen a kollegiálisak. Következzék a Petőfi paródia, ami Tímár Györgynek a tollából származik. Tehát annak a Tímár Györgynek a tollából, akit a modern magyar paródia egyik legnagyobb mestereként idézzünk emlékezetünkbe, és aki a karintkatúra szót megalkotva tulajdonképpen rövidre zárja ezt a 100-110 éves távolságot, ami a karikatúra és a karintkatúra között van, és azután még egy zenei effekt is következik.
Falu végén. Falu végén kicsi pub van, Pista bátyó mixer abban. Szól a hangos dizsizene, az egész pub rezeg bele. A jobbikból 2 decibel, de minek e sok decibel? Pista bátyó, tegyen nagy jót, halkíja le azt a magnót. Hogy ne parancsoljak, neki mondja, és csak bömbölteti, mert vert már mást is raposra, ki is rúgta a szamosra. Nem szólok hát Isten úgyse, többé hozzá fia szót se. Előveszek egy kis füvet, és mint egy terv, füstbe megyek. Tisztelt közönség, Karinti paródia kötete azt a címet viselte, hogy így írtok ti. Tímár György paródia kötete közül az első azt a címet viselte, hogy nem én írtam. Ennek a kettőnek az összjátéka között helyezkedik el a paródia, és mikor ezt egy rádióműsor alkalmával Tímár Györgynek mondtam, akkor azt mondta, hogy nem. Nézd csak meg, hogy kezdődik az egyik írásom, az egyik paródia írásom, amelyben az általam annyira szeretett francia nyelvet, Franciaországot, meg egy írót parodizálok. Egyébként ebben a rádiófelvételben a ma már emlegetett Major Tamás mondta el ezt a paródiát, amelyikre utolsó poént remélve célzok. Nézd csak meg, hogy kezdődik. Megnéztem.
Azt mondja Tímár, minden paródia ebbe a térbe helyezi magát. Önáll a Párizsról a Rue Mouffetard nevű utca jelenik meg. A Rue Mouffetard és a Rue Tormaf Mouffetard között. Hát nagyon remélem, hogy sikerült a kedves közönséget, a színészek és a zenészek, akiknek fölállását és tapsfogadását is kérem, segítségével a Rue Mouffetard és a Rue Tormaf Mouffetard közé meginvitálni.